Éjszaka fátyol felhős és derült területek változnak, a keleti határszélen lehetnek vastagodások a felhőzetben, csapadék nem valószínű. A nyugati délnyugati szél többfelé megélénkül, olykor megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 fok körül alakul. Kedden már többfelé süthet ki hosszabb időszakokra a nap, számottevő csapadék nem várható, legfeljebb délután az északkeleti határ közelében fordulhat elő átmenetileg egy-egy zápor. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. A délnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakulhat. Zalában az előrejelzések szerint kedden többnyire derült lesz az ég, számottevő csapadék nem lesz. Sokfelé megerősödik a nyugati északnyugati szél. Kora délután 16 fokra számíthatunk. A folytatásban szerdán több tájegységünkön süthet ki több órára a nap, de felhősebb tájakkal is találkozhatunk, nem lesz jelentős légmozgás. Kora délután 9 és 16 fok közötti maximumokra van kilátás. Csütörtökön sok felhő lesz az égen, de csak elszórtan alakulhat ki átmenetileg kisebb eső, zápor. Napközben 7-15 fokra van kilátás.